reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Jó reggelt kívánunk! Folytatódik a Millás reggeli ezen a szutykos csütörtök reggelen. Szutykos. Igen, de hát a hallgatók a szutykost írták, úgyhogy... De egyébként egy fokkal jobb, mint volt, mert tegnap ilyenkor a látótávolság az ilyen 200 méter lehetett, most pedig egészen tiszta, igaz, hogy felhős, de nem az a beálló, felhős, abszolút hidegpárnára jellemző, nagyon párás cucc, hanem mozognak a felhők, és néhol az országban kisüthet a nap, át tudja törni a napsütés ezt a felhőréteget, hát de jó lenne, hogyha ez itt lenne az adás közöttünkben valahol. Otthoni stúdiójában Kántor Endre. Rádióban pedig Ács Gábor. És mit írnak a hallgatók? Igen, 5,6 millió dollár, igen, ez a konkrét, az valószínűleg át lett számolva forintra, hogy a másfél milliárd honnan rémlik nekem, vagy csak egész egyszerűen teljesen hülyeséget be se beszéltem. Nem mondtam is az elején ezt az 5,5 millió dollárt, aztán utána volt egy a hírben még egy másik szám, hogy mekkora volt a nyereség a BioNTech papírok emelkedése után, azt hiszem. Uh-huh. Nem tudjuk, mennyiért vette, és mennyi a nyeresége, igazából a bejelentésben csak az volt, hogy ennyi bevételre tett most szert a Pfizer vezérigazgatója azzal, hogy miután bejelentették a koronavírus gyógyszerüket, és megugrott az árfolyam, akkor ezt ő eladta. Néztem a cikket, abban 15%-os áremelkedés szerepel, de szerintem azt a szerző összekeverte a német partnercégnek az árfolyamemelkedésével, mert a Pfizerben nem volt annyi, tehát ott az... Igen, 8% volt a Pfizerben, azóta egyébként van egy korrekció benne. Aha, igen, és avóta esik, és majdnem tényleg a napon belül is majdnem a csúcson szórta ki a részvényeit a vezérigazgató, ügyes Peki. Ha nem tudjuk, mennyiért vette, igen, ugye itt az is lehet, hogy ingyen, mert hogy a vezérigazgatóknak a részvényopciós, illetve menedzsment ösztönző programok keretében azért rendszeresen kapnak részvényeket ingyen, vagy pedig nagyon kedvezményes áron, tehát ő biztos, hogy a piaci áron vásárolta. Semmi nincsen ingyen. Igen, nem tudjuk, hogy ez nála pontosan mennyi volt, csak úgy általában ez így szokott működni, úgyhogy ezt ide tehetjük még, illetve mi volt a másik? Ja, az a hallgató, aki ezt megírta nekünk, hát nem szoktam felolvasni régi üzeneteket, de megjelentetett a gép egy régi üzenetét is, és az annyira klasszikus, és annyira talán fölhívja a figyelmet arra, hogy minket videón is lehet követni, hogy ezt újra beolvasnám. Február 19-én küldte a következőt. Úgy jártam veletek, mint anno a Tüskevárral. Miután elolvastam, megnéztem a filmet, és egyik karakter sem stimmelt a képzeletemben élővel. Hát kellett nekem bekukkolni a stúdióba? Egy újabb elveszett illúzió. Aláírás, egy hozzátok hasonlóan szép ember. Szerintem ez a klasszikus. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy másoknak is kedvet csinált át a videós közvetítéshez. Na nézzük, mi újság. Először az utakon. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Az Árpád hídi baleset az, ami tényleg gondot jelenthet még mindig, hiszen ott 6 óra után nem sokkal volt egy több autós koccanás a Szentlélek térnél a felhajtó után Pest irányába. A Üllői úton pedig már nincs buszsáv, de a külső sávot mégsem használja senki, csak úgy, mint mondjuk az M7-esen Székesfehérvártól Budapestig. Suhantam, Béláim, írja Tomika. És hol volt a másik? Szerszámgazda üzenet az nem közlekedési jellegű volt, úgyhogy azt akkor nem ebben a dolgokban olvassuk fel. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Kinga azt kérdezi, a budapesti közterületeken hol kell maszkot hordani? Tudtok ebben segíteni? Köszönöm. Hát pont ezt terveztük. Igen, úgyhogy elmondjuk gyorsan.
Vannak nagyon klassz kerületek, nagyon klassz, azt úgy értem, hogy ahol tök egyszerű a sztori. Például Új-Buda. Ott mindenhol kötelező a maszk, és kész. Sok ezt ilyen van. Igen, sok ilyen van, felsorolnám azokat a kerületeket, ahol jelenállás szerint úgy oldották meg a problémát, mármint azt a problémát, hogy a miniszterelnök önkormányzati hatáskörbe utalta ezt a kérdést, hogy hol kell közterületen maszkot viselni mától, hogy döntsék el a polgármesterek helyben. Ennek a főpolgármester annyira nem örül, és próbálja ezt egységesen, erről tárgyalásokat kezdeményezett, de ez nyilván idő, mire ez kialakul. Ez is úgy volt, hogy bejelentette este 10-kor a miniszterelnök, hogy éjféltől ez hogy működik, mármint hogy tegnap éjféltől kellett volna, de aztán tegnap alakult ki, hogy mi a helyzet. Tehát a kerületek, ahol elvileg mindenhol kötelező a maszkviselés, második, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik, kilencedik, akkor az általad említett 11., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 22. és 23. kerületek, legalábbis a Válasz Online összesítése szerint, és akkor csak egyes területeken kötelező a maszkviselés a 4. kerületben, bölcsi, óvi, iskola, bolt, posta és templom bejárattól 20 méteren belül, orvosi rendelők bejáratától 50 méteren belül, zebráknál, játszótereken, kutyafuttatókban, az újpesti piac bejárata előtt, és a káposztásmegyeri lakótelepi sétányon. Csak hogy bonyolítsuk még egy kicsit. Hát persze, 16. kerül. Igen. Én ezt az egészet totál káosznak és elmebetegségnek tartom. Én azt gondolom, hogy mindenhol hordjunk maszkot közterületen. Kész. Ez lesz a vége. Nem azt kell figyelni, igen. És a vírus se figyeli azt, hogy hol engedélyezett, hol tilos, hol nem, hol... Tehát ez rajtunk is múlik, nagyon sok minden. Úristen, várjál, hát akkor én ezt most... Jój! Hát én a kutyát maszk nélkül sétáltattam, tök egyedül. Az nem jó, azt nem tehetem. Ajjajjaj, most jutott el az agyam, hogy én nem ekkora... Egyébként tegnap a kisfiam kitalálta a következő pár hónapnak a legnagyobb bizniszét, kutyamenhelyek előnyben, kutya bérbeadás. Igen. Órára lehet bérelni, és akkor viheted sétáltatni. Ahogy a derék, olaszok csinálták, hogy egymást negyed óránként beosztották, én láttam Excel táblát, hogy melyik lakó, melyik negyed órát kapja, vagy 20, és egymásnak a kezébe adták a ház egyetlen kutyájának a pórázát, és mindenki így tudott eltávozni. Igen. Na jó, azért reméljük, okay. Hogy nem ez lesz. Szóval akkor még... Reméljük. 16-ban gyorsan elsorolom, még bölcsi, óvi, iskola, bolt, posta, templom, bejárat ott 15 méter. Kérem szépen, tehát nem 20, mint a 4. kerületben, hanem csak 15 méter. A 16. kerületben 15 méter, hogy könnyebb legyen megjegyezni játszótereken, kutyafuttatókban. Ahol még fogalmuk nincs, első, 8., 10., 12. és a 15. kerület még nem rendelkezett, és akkor Budapest és környéke, rovat, mi van még itt a környéken? Érd, igen, itt az adás közvetünkben, iskolák, rendelők, intézmények bejáratától 50 méter, üzletek bejáratától 20 méteren belül, piacon, játszótereken és vasútállomásokon, budai úrbiós, hát figyelj, mindenki nézze meg a sajátját, de ennél egyszerűbb módszer az, hogy mindenhol viseljünk maszkot. Hát, úgyhogy... Tök fölösleges ezt az egészet így összezavarni, összekuszálni az emberek fejében. Úgyhogy nagyjából ezzel tudtunk segíteni, illetve melyiket emelnéd még ki, hogyha van fontos hírek közül? Hát igazából ez volt a legfontosabb szerintem. Jó, oké. Ránéztem az órára, és én is egyre inkább így érzem. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.